Szervusztok, kedves barátaim! Folytatjuk a festést, egy pici fehéret, nagyon pici vörössel és narancssárgával összekeverünk, és akkor itten ilyen kis vonásokat húzunk ide. Ez mi lesz? Ez lesz az út. Az ösvény itten az erdőben. Ja. Így fogjuk itt megcsinálni. Kb. Így lesz ez az esély. Itt az erdőbe. Úgy. Kicsi vöröset és narancssárgát összekeverünk. Teszünk egy pár ilyen sötétebb árnyalatot is ide. Ebbe az útba így. Ja. Ja. Csak ennyit. Jó. Félre tesszük a spatulát. És vesszük megint ezt a lapos ecsetet. Ezt a 12-es lapos ecsetet. És hittem most egy pici barnát alkalmazunk. Pici barna. Olajba belemássuk. Akkor egy nagyon pici barna. Ehhez egy pici kéket adok hozzá, nem sokat. Jó, és akkor itt a háttérbe ezzel a színnel mondjuk, hogy csinálunk itt egy törzset. Egy kávé. Jó. Akkor mondjuk, hogy csinálunk itt is egyet. Így. Igen. Megint beletesszük az olajba. Vörös és kéket összekeverünk. Mondjuk, hogy itt is csinálunk egy törzset. Ez itt végig megy. Egészen lemegy. Mondjuk, hogy így. Még egyet csinálunk, mondjuk. Így. Az is itt lemegy. Kávé. Ez lesz itt a két fatös. Ezen a felén is. Itten is. Pici vöröset. Nagyon pici fehér. Összekeverő. Egy picike. Narancssárgával. És akkor mondjuk, hogy ide is teszünk egy ilyen törzset, így. Úgy.
Ide is teszünk egy tőlet, így vastagabbat, így. Igen. És akkor ide hátrébb is teszünk egy vékonyabbat. Még teszünk olajat, jobban tudjuk elnyújtani ezt a festéket. Ahogy ezek ide, itt a felső felé kimennek így egészen. Ja, rendben van. Rendben van. Ide is még egyet tegyünk így. Szóval kell, hogy lássuk, hogy itt nem egy egyenes vonalba tesszük ezeket a fáknak itt az alját. Ez a legelső lesz, itt legelő, így, akkor ez lesz utána, ezek hátrébb, mindegyik hátrébb, hátrébb, jó, nem egy vonalba. Ez a kettőnek nem számít, mert ez kimegy egészen a képből alul is. Belül is. Jó? Hát be. Letesszük az ecsetet, és akkor most már vesszük megint a spatulát. Pici fehéret. Összekeverünk egy nagyon picike sárgával. És akkor itt. Így. Ezt a törzset picit így. Teszünk rá egy nagyon kevés narancssárgát is, és így a törzset így meghúzzuk. Jó. Következőre is teszünk, de erre mondjuk, hogy inkább kéket teszünk, mert ez inkább hátrébb van. És akkor tegyek ide hátrébb, csak ezt a fenyőt így. Jó. Ezt is tegyük így hátrébb, csak egy kicsit. Jó. Többit már előbb tesszük, a narancssárgát, a vöröset, fehéret összekeverünk, akkor itt ezzel a színnel fogjuk most a törzset így befesteni, ezt is így. Igen. Így. Jó. És ezt is. Így. Jó, pici fehér, és szünk akkor. Én egy kicsi világosabbat is teszünk bele, itt is.
Igen. Teszünk egy pár ilyen világosabb. Megteszünk ilyen sötétebb vonásokat is. Ezek itt vannak az előtérben. Jó, körülbelül így. Akkor még teszünk egy pár ilyen ágat is, minden egyik fának, így, meg így. Így. Jó, ennek is. Jó, és akkor most azt fogjuk csinálni, hogy könnyebb menjen ezzel az ecsettel. Pici zöldet. Összekeverünk pici vörössel. Beletesszük az ecsetet az olajba. És egy pici fehéret is adunk hozzá. Azért, hogy mégis látszódjon, hogy ez zöld. Jó? Akkor így lehet itt ezzel festeni. Így. Igen. Igen, itt is. Jó. Így kb.
megint elemeltsük az olajba, festékbe. Jó. Ide is teszünk erre a fára is egy pár ágat, de nem sokat. Sok is. Erre is. Jó. Ide is egy párat. Jó. És akkor ezekre. Most itt a legelső, ez a legelső, ez mihaj legelő van, hogy ide jönnek ezek a, ezek az ágak, ugye? A helyek itt többi fa előtt vannak, igaz? Ezek vannak, így látszik, hogy ez elő van, és ezek mind a mögötte vannak. Jó. Rendben van. Itt is ilyen nagyobbakat mondunk ide, hogy akkor így. Jó, most ebből a zöldbe picike sárgásat is teszünk, és akkor ide ilyen világosabb színeket is teszünk bele, ugyanakkor azt is megcsináljuk, hogy itt fák között ilyen árnyékokat fogunk ide festeni. Jó, ide a trép is, teszünk egy pár ilyen, ide is festünk egy párat. Jó, meg ide is. Na, itt megállunk, kedves barátaim. Holnap innen folytatjuk.
elmozdul. Jó munkát kívánok, várom a képeiteket.